A mindmáig meg nem valósult gyulafehérvári ígéreteket az RMDSZ a centenárium évében törvényerőre emelni. Ezért a szövetség törvénytervezetet iktatott december 3-án a parlamentben. A gyulafehérvári nyilatkozat harmadik pontjának első alpontjáról van szó, amely így hangzik. Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népeknek, minden nép számára saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok számának arányában minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben. Idáig az idézet, Csoma Botond, RMDSZ-es parlamenti képviselő a vendégem, őt köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a nézőket! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nos, mielőtt arról tárgyalnánk, hogy ez miként csattant el a nyilvánosság szféráin, porondján, beszélünk arról, hogy a rövid idézet háttere előtt a javasolt törvénytervezet milyen pontokat fogalmaz meg, mire tér ki, mi az, amit kérnek magyarul. Hát kitér a törvényhozásra is, kitér, de én elsősorban nem erről beszélnék, mert azért a törvényhozásban valamennyire ugye megoldódott ha nem is a teljesen az arányos képviselet, de van egy képviselet, itt annyi újdonságot hozna a törvénytervezet, hogyha amennyiben nincs annyi mandátum, amennyi az arányos képviseletnek megfelel, akkor ehhez hozzá lehetne még adni mandátumokat. A helyi közigazgatásban is, ugye a helyi tanácsokban, meg a megyei tanácsokban is beszélhetünk olyan több esetben megvalósul az arányos képviselet. Itt, ami nagyon érdekes, hogy a végrehajtó hatalom bizonyos intézményeiben, például a minisztériumokban a magyar alkalmazottaknak a száma, vagy akár a polgármesteri hivatalokban a magyar alkalmazottaknak a száma, vagy a bíróságokon és az ügyészségeken a magyar alkalmazottaknak, most nem csak a magyar, hanem a kisebbségi alkalmazottaknak a kérdését felveti ez a törvénytervezet. Azt tudjuk jól, azt nagyon sokan tudják, hogy nagyon kevés magyar bíró és magyar ügyész van. Például még azokon még a Székelyföldön is, úgyhogy, de természetesen ez nem csak a Székelyföldre szólna, hanem Erdély minden részéről, tehát tulajdonképpen arányos képviseletet kellene valahogyan biztosítani, nyilván itt a szakmai tudás is számít, tehát nem elég az, hogyha valaki bizonyos etnikumú, de ezt más országokban különbözőképpen megoldották, úgyhogy van erre példa, nem kellene a meleg vizet feltalálni. És erről szól ez a törvénytervezet, tulajdonképpen a kisebbségeknek az arányos képviseletéről minden szinten. Hát az első válaszreakció nyilván az autonóm tartománynak a fogalmát, gondolatát pattintotta ki ennek. Megfogalmazódik a törvénytervezetben természetesen, de kötődik a fejlesztési régióhoz, amely kaphat egy speciális autonóm státuszt is, nyilván ez is benne van a törvénytervezetben. Fölmerült az a kérdés, hogy miért kell leporolni egy ilyen dokumentumot? Miért kellett visszacsatolni hozzá, ha olyan ügyekről beszélünk, ugye, ami mostani világunkat érinti, az erdélyi magyar közösségnek a máját. Nem érzem azt, hogy az RMDSZ porolta volna le azt a dokumentumot, hogyha megfigyelte egy kicsit a politikai diskurzust, a publikus narratívát, azért a román politikusok, és nem csak politikusok, értelmiségek is nagyon sokszor utalnak vissza a gyulafehérvári nyilatkozatra, mind az erdélyi románoknak a szándéknyilatkozatára, és mind egy olyan fontos elem, amely hozzájárult ahhoz, hogy létrejött a 1918-ban, és utána 1920-ban a trianoni békeszerződéssel szentesítette az Egyesülés létrejött. Tehát ebben a narratívában nagyon sokszor utalnak vissza erre a dokumentumra. Ez egy referencia dokumentum, nem egy jogerős. Egy referencia dokumentum nyilván, nagyon sokszor utalnak erre a dokumentumra, úgyhogy úgy érzem, hogy jogosan tett az RMDSZ is akkor, hogyha már a román politikum, román politikusok, román értelmiségiek utalnak erre a dokumentumra, akkor mi is utalunk erre a dokumentumra, és főleg azokra a passzusokra, amelyek a kisebbségeket érintik ebben a gyulafehérvári nyilatkozatban. Fölmerültek alkotmányossági aggályok, ezek mennyire megalapozottak a tervezet kapcsán? Tervezet kapcsán nyilván, hogyha olyan módosításokat vezet be a tervezet, amelyeket a jelenlegi alkotmány nem tartalmaz, ahhoz alkotmányt is kell módosítani. Például milyen? Alkotmány módosítani, tehát például az autonóm státusszal felruházott fejlesztési régió egy olyan, amelyet nem feltétlenül a mostani alkotmány nem szabályoz. Tehát ehhez valószínűleg, hogy alkotmánymódosításra is talán szükség lenne, de
Én inkább abból a szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy hogyan reagáltak nagyon sokan erre a törvénytervezetre? Hát ebben mindenképpen van valamit, amit a pszichológia ilyen double bind szerkezetként ír le, tehát hogy tudom, hogy nem valósul meg, és mégis vágyom, vagy teszek érte, vágyom rá. Jó, ezt most a politikai történések háttere előtt mondjuk erről a dologról. Tehát, hogy egy ilyen centenáriumi kontextusban szinte várható volt minden egyes reakció, ami az elmúlt napokban ezzel kapcsolatosan megszületett. Nem hiszem, hogy csak egy centenáriumi kontextusban, hanem feltétlenül a centenáriumkor... Miért tartották fontosnak mégis ebben a pillanatban ebben, ezt? Először is nem december 1-én nyújtottunk be, és nem nyújtottuk be december 1 előtt. December 1-e után nyújtottuk be ezt a törvénytervezetet. Hát azért, ebben a kontextusban azért tartottuk fontosnak, mert hogy az utóbbi évben nagyon sokan, amint az előbb is elmondottam, utaltak vissza a gyulafehérvári nyilatkozatra. És akkor mi is ebben a kontextusban, a centenáriumi kontextusban utalunk mi is a gyulafehérvári nyilatkozatra, és semmi ördögtől való dolgot nem mondtunk ebben a törvénytervezetben. Az, hogy a román politikum hogy reagált rá, az részben várható volt, de én úgy érzem, hogy erről kell a parlamentben is egy vitát folytatni, erről a kérdésről. Az, hogy mi hogyan értelmezzük például a gyulafehérvári nyilatkozatot, vagy mit gondolunk erről a nyilatkozatról. És szerintem a parlament, mind a törvényhozó hatalom egy alkalmas helyszín erre, hogy itt is legyen egy vita erről a gyulafehérvári nyilatkozatról egy törvénytervezet formájában. Megszólították a kollégákat? A parlamenti pártokra gondolok nyilván. A parlamenti pártokkal többször beszéltünk már erről a kérdésről. Hát nyilván ez bekerül a parlamenti körforgásba, bizottságokba, meg utána a plénumba. És én úgy érzem, hogy szükség van egy vitára. Most illúzióim nincsenek nyilván arról, hogy mi lesz a viszonyulás ehhez a kérdéshez. És egyet tudok érteni például Szilágyi Ján Sándorral is, aki a Maszolban publikált szerintem egy nagyon jó véleményanyagot, hogy tulajdonképpen az erdélyi románok nem voltak abban a helyzetben 1918-ban, hogy valamit is ígérjenek az erdélyi magyaroknak. Ezért mi nem is az erdélyi románoktól kérjük ezt a dolgot, hanem a bukaresti hatalomtól kérjük ezt a dolgot, mert nyilván tudjuk azt, történelmi tényekkel tisztában vagyunk, hogy utána nem került be például az 1923-as alkotmányban sem kerültek be azok a kitételek a gyulafehérvári nyilatkozatból, amelyek a kisebbségekre vonatkoztak. És nagyon sok szempontból az erdélyi románoknak sem valósult meg, bizonyos elképzeléseik nem valósultak meg az egyesülés után. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nem az erdélyi románokon kérjük ezt számon. Nyilván ők azért is írták bele ezeket a kisebbségekre vonatkozó cikkeket, mert ők egy kisebbségi helyzetből jöttek az osztrák-magyar monarchiából, és volt egy tapasztalatuk, és talán nem szerették volna azt, hogyha a romániai kisebbségek is esetleg ugyanazokkal a tapasztalatokkal szembesülnének az egyesülés után, amilyen tapasztalatokkal ők az osztrák-magyar monarchiában szembesültek. És itt Szilágyi Ján Sándor utalta ugye az Aponyi-féle akkori tanügyi törvénytervezetnek a vitájára, hogyan viszonyult... Csodak a magyarosítási szándékra. A magyarosítási szándékra az osztrák-magyar monarchiában, meg hogy a törvénytervezet kapcsán milyen vita alakult ki a Magyar Országgyűlésben. És gondolom, hogy ezt is figyelembe vették az erdélyi románok akkor, amikor ezt megalkották a gyulafehérvári nyilatkozatot. Tehát ők ilyen szempontból tulajdonképpen tudták azt, hogy kisebbségi helyzetben milyen problémákkal és milyen ellenkezéssel tud szembesülni a közösség. És nyilván, hogy ezt utána a regáti románok, a bukaresti hatalom tulajdonképpen ezt nem vették figyelembe. És annak ellenére, hogy publikus narratívában, diskurzusban visszautalnak a gyulafehérvári nyilatkozatra, de nagyon sokszor elmondják azt, hogy tulajdonképpen Erdély nem azért egyesült Romániával, mert a románok ezt, az erdélyi románok kinyilvánították ezt az akaratokat Gyulafehérváron, hanem azért, mert tulajdonképpen a román hadsereg felszabadította Erdélyt. Szóval ez is sokat elárul ahhoz, hogy hogyan viszonyulnak a gyulafehérvári nyilatkozathoz sokan. És én nem csak politikusokra gondolok feltétlenül.
A professzor úr egyebek, vagy többek között arról is beszél, hogy itt valamiféle kulturális különbözőségek mentén folyamatosan megszületik egyfajta nem megértés. Most nyilván, hogy a politika ugye a maga logikája szerint történik, a politikum szereti a konfliktuális tereket, hiszen abban tud jól működni. De hogyha mondjuk a többség és kisebbség viszonyára gondolunk, és annak a nem megoldottságára, mi az, ami elképzelhető lenne, és akkor mondjuk nem a politikai játszmák mentén, hogy milyen pillanatban milyen tervezetet nyújtunk be. Szilágyi Sándor ilyen irányban javasolt egyfajta diskurzusváltást, ha már így fogalmaztunk, hogy próbáljunk meg másképpen beszélni önmagunk dolgairól és párbeszédet folytatni. Mint tudom, az RMDS-nek volt egy másik indítványozása is, igaz? Az elmúlt időszakban, annak mi lett a sorsa? Egyfajta paktum. Melyik paktumra gondol? Hát amit ilyen téren megfogalmaztak, de aztán nem jött rá válasz. Hát, hogy azt többször elmondtuk, hogy szükség lenne a többség és a kisebbség között nyilván ha erre gondolt, egy paktumot, egy egyességet kötni. Hát ennek a javaslatára gondolt. Hát ez is részben része lenne ennek az egyességnek, gondolom én. Nyilván Szilágyi János Sándornak igaza van abban, hogy nem csak a törvényhozásban kellene erről beszélni, és megpróbálni egy őszinte párbeszédet kialakítani értelmiséggel és másokkal is. Nem egy könnyű feladat ezt. Ez nagyon sokszor már felmerült, hogy erre szükség lenne. Biztos vagyok benne, hogy bizonyos fogadókészség van rá, de nem tudom, hogy milyen mértékű ez a fogadókészség, és valahogy ez a párbeszéd sokszor elakad, de az is lehet, hogy mi is hibáztunk ebben, és nem próbáltuk eleget ezt a párbeszédet eszközölni, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is szükség van egy ilyenfajta párbeszédre, és próbáljuk meggyőzni a román többséget arról, hogy nem akarunk rosszat Romániának azzal, hogy bizonyos kéréseink vannak a magyar kisebbségnek, azon nem ártani akarunk Romániának ezekkel a dolgokkal. Továbbra is én nagyon sokszor, én megmondom őszintén, Kolozsváron román közegben is sokszor vitatkoztam ilyen kérdésekről informális körökben, és próbáltam kialakítani egy párbeszédet. Volt, ahol volt rá fogadókészség, volt, ahol nem volt rá fogadókészség. Azt is tudni kell, hogy egy ilyenszerű párbeszéd ez nem hoz egyik napról a másikra eredményt. Tehát ezek hosszú folyamatok. Tehát ahhoz, hogy egy társadalomnak gyökeresen megváltozzon az attitűdje egy bizonyos kérdéssel kapcsolatosan, szerintem elég sok időnek kell eltelnie, ameddig egy ilyenszerű párbeszéd eredményt tud hozni természetesen. De ezt kell folytatni. Én azt hiszem, hogy párhuzamosan a törvényhozásban eszközölt intézkedésekkel nyilván szüksége van a társadalomon belül is egy ilyen párbeszédre. A december 3-ával kapcsolatosan, ami fölmerült, és akkor picit visszacsatolnák a válaszreakciókhoz, az, hogy hát, hogy meginogni látszott a koalíciónak a parlamenti többsége. Erről mit tud mondani, kihasználva az alkalmat, hogy itt van a stúdióban? Hát nagyon sokan összefüggésbe hozták a törvénytervezetünket azzal, hogy a képviselőházban ugye egyes képviselők átigazoltak a pont a pártjába, és akkor azt gondolták, hogy mi azért nyújtottak be pont ebben a pillanatban a törvénytervezetet, most hogy zsarolni akarunk, és kihasználjuk azt, hogy a szociáldemokrata pártnak éppen nincs többsége a képviselőben. Nem erről van szó. Nem akartuk december 1-e előtt benyújtani, hogy most éppen átigazoltak négyen, az teljesen egy véletlen egybeesés volt a törvénytervezettel. De egyébként erről mit lehet tudni? Ez egy révbe jött történet? Valóban nincs többségben a koalíció parlamentben? A képviselőházban. A képviselőházban. De a szenátusban és a képviselőházban együtt, ahol mondjuk feltevődne egy bizalmatlanság indítvány kérdése, amelyről ugye a két háznak az együttes ülésén kell szavazni, ott még mindig megvan a szociáldemokratáknak és az ARD-nak megvan a többsége. Tehát ilyen szempontból matematikailag egyelőre nincs veszélyben a kormány, és nincs is ránk utalva. Ilyen az sem igaz, hogy még most ebben a helyzetben sem lenne egy bizalmatlansági indítvány kapcsán az RMDS-re utalva a kormány. Mi a lefutása ennek a törvénytervezetnek?
Tehát ugye itt először is a törvénykezési tanácsnak kell egy véleményt kibocsátani. Itt ugye ön rákérdett erre, hogy most alkotmánymódosításra lenne szükség, vagy nem lenne. Ez egy vitatott kérdés szerintem amúgy, hogy ha egy fejlesztési régiót felruházunk egy autonóm státusszal, hogy ezért szükség lenne alkotmánymódosításra, vagy nem. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok benne biztos, hogy alkotmánymódosításra van szükség, de az is lehet, hogy egy olyan értelmezést kapna esetleg, hogy alkotmánymódosításra van szükség, mert azért itt egy fejlesztési régió kapna egy bizonyos autonóm státuszt, és nem a területi autonómiáról van szó, amelyet mondjuk a Székelyföld területi autonómiája. De gondolom, hogy a fejlesztési régiók újrarajzolását is implikálná. De már voltak olyan vélemények, mondom erről, én nem vagyok alkotmányjogász, és az alkotmányjognak nagyon sok helyzetben sokfajta értelmezés születik, tehát nem tudnám ebben a pillanatban megmondani, hogy ennek még mi lesz az alkotmányosság szempontjából a kimenetele. Viszont ami a parlamenti procedúrát illeti, azt elmondhatom, hogy ugye a törvénykezési tanácsnak kell véleményeznie, amely nem kötelező jellegű véleményezés. Utána bekerül a bizottságukba, megvitatják a bizottságuk, és utána két háznak utána szavaznia kell a törvénytervezetről. Hát érdeklődve várjuk a fejleményeket, képviselő úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.